megrázó történet következik. Sok halálos áldozata van annak a helikopter balesetnek, ami Kijevtől nem messze történt. Egy óvodára és az azzal szomszédos épületbe csapódott az ukrán belügyminisztert szállító légijármű. A reggeli baleset pillanatában az óvodában már megérkeztek az első gyerekek. A hivatalos források szerint eddig 18 halálos áldozatról lehet tudni, köztük 3 gyermekek. Minden lángba borult a becsapódás helyszínén, tűz ütött ki az óvodában. A gyerekek már megérkeztek a Kijev melletti Brovariban lévő óvodába, amikor a reggeli órákban egyelőre tisztázatlan okokból a helikopter rázuhant az épület közvetlen közelében lévő házra, ennek következtében gyulladt ki az óvoda. Ukrán források szerint sötét és köd is volt a baleset pillanatában. A helikopteren 9 utaztak, köztük az ukrán belügyminiszter és munkatársai. A tragédiában gyerekek is életüket vesztették, sokan súlyos állapotban kerültek kórházba. Azt, hogy pontosan mi okozta a helikopter lezuhanását, egyelőre nem lehet tudni. Egy lélek sincs az utcákon Bahmutban. Itt folynak már hónapok óta a legelkeseredettebb harcok. Az összecsapások intenzitása tovább nőtt, miután az oroszok elfoglalták a várostól északra fekvő Szoledárt. Az ukrán tüzérség többek között a Lengyelországtól kapott Krab önjáró övegekkel igyekszik megállítani az orosz rohamokat. Az ellenség ugyan folyamatosan támad, de képesek vagyunk visszatartani. Bizonyos helyeken a gyalogságunk és a területvédelmi egységek ellentámadást tudtak indítani, és hátrább szorítottuk őket, mondja a 26-os önálló tüzérdandár egyik katonája. Míg az ukrán tüzérség már korszerű nyugati technikával van felszerelve, a páncélos erők kizárólag a régi szovjet időkből származó tankokkal rendelkeznek. Működnek még ezek, de már túlhaladott rajtuk a technika, magyaráz egy ukrán harckocsi parancsnok. Az ukrán hadvezetés szerint csak úgy sikerülhet áttörni az orosz vonalakat, ha több száz modern nyugati tankot kapna az ország. Egyelőre azonban csak ígéreteket kaptak, azt is csak néhány tucatra. Ám hogy az ukrán hadsereg használni is tudja a nyugat által ígért fegyvereket, a katonáknak komoly kiképzésen kell átesniük. Az Egyesült Államok Védelmi Minisztériuma megerősítette, hogy már tart az ukrán katonák felkészítése az ígért légvédelmi rendszer üzemeltetésére. Megkezdődött a kiképzés, és ez több hónapig tart majd. Jelenleg 90-100 ukrán katonát készítünk fel a Patriot rakétarendszer használatára, jelentette be a Pentagon szóvivője. Fort Sillben működik az amerikai hadsereg egyik tüzérségi iskolája, és ott tartják a Patriot kezeléséhez szükséges alapkiképzést is. A közepes hatótávolságú rakétarendszer egyebek között repülőgépek, drónok, manőverező robotrepülőgépek és rakéták megsemmisítésére alkalmas. Washington decemberben újabb, mintegy 2 milliárd dolláros katonai segélycsomagot jelentett be Ukrajna számára, ezen belül az első Patriot egység leszállítását. Közben Hollandia is megerősítette, hogy csatlakozik az Egyesült Államokhoz, valamint Németországhoz, és ők is küldenek Patriot légvédelmi rakétarendszereket Ukrajnának, közölte Mark Rutte, holland kormányfő, Joe Biden amerikai elnökkel tartott megbeszélésén a washingtoni Fehérházban. Utolsó eligazítást kapják ezek az ausztrál katonák Darwinban, mielőtt Európába indulnának. Mind a 70-en az Egyesült Királyságba utaznak, itt vesznek majd részt az ukrán katonák kiképzésén. Alapvető gyalogsági taktikákat tanítunk majd. Ukrajna hadserege lényegében olyanokból áll, akik nem valódi katonák, civilek, akik harcolnak hazájukért. Az ausztrál katonák olyan tudást adnak majd át, amivel hatékonyabban tudnak majd helytállni a fronton, és életeket menthetnek, mondta az ausztrál védelmi miniszter. Az ukrán hadvezetés szerint a tankok, és ha esetleg érkeznek, a harci helikopterek megváltoztathatják a háború menetét. Az ukrán védelmi miniszter Lengyelországban tárgyalt amerikai kollégájával, és arról beszélt, hogy a fegyvernyugvás egyelőre nincs napirenden sem. Ha az oroszok kivonulnának minden megszállt területről, akkor jöhet szóba a konfliktus végleges békés rendezése is, jelezte az ukrán védelmi miniszter.
Az orosz hadvezetés viszont további sikerekről számol be. Megsemmisítettünk egy lengyel gyártmányú Krab önjáró löveget, egy amerikai Paladin M109-est és egy Grad rakétavetőt, állított a minisztérium szóvivője szokásos sajtótájékoztatóján. Szergej Sojgu védelmi miniszter pedig, amikor meglátogatta a fronton harcoló alakulatokat, hogy átadja a Szolidár bevételéért járó kitüntetéseket, a közeli győzelemről beszélt. Önök mindent megtesznek, hogy eljöjjön a győzelem napja, és biztos vagyok benne, hogy ez hamarosan el is jön, jelentette ki Szergej Sojgu. Sojgu azt is bejelentette, hogy jelentős átszervezések várhatóak az orosz hadseregben a következő években, a létszámot pedig a jelenlegi mintegy kétszeresére, másfél millió főre emelik.